Az öt baranyai résztvevő, azaz a PMSC, a Komló, a Bój, a Peac és a házigazda PVSK mellett Szlovéniából, Horvátországból és Szlovákiából is érkeztek csapatok a Kárpát-medencei magyarok labdarúgó tornájára. A Dunaszerdahelyi, a Lendvai és az Eszéki Gárda részt vett a két évvel ezelőtti összetartozás elnevezésű teremtornán is. Akkor a legjobb kapus a Csallóköz csapatából került ki. Nagyon jó szívvel jöttünk ide, hiszen nemrég voltunk itten a 100 éves évfordulón, és azt hiszem, hogy ma is 100 évesen vagyunk itten, tehát nem öregettünk semmit, tehát idő nem múlik el. A foci mit jelent számunkra? Sok mindent jelent, a foci barátságot, játékot, fölüdülést, és amit még el tud képzelni, és ebben a korban már tényleg örülünk, hogy ide jöhetünk, és számunkra minden foci meccs egy ajándék. A Kárpát-medencei magyarok labdarúgó tornája a Dél-Dunántúli régió 58 év feletti kispályás labdarúgó országos bajnokság második fordulója is volt egyben. Nagyon szépen megköszönnénk a Betlen Gábor alapkezelő és a miniszterelnökség támogatását, mert nélkülük, ahogy szokták mondani, ez a rendezvény nem jöhetett volna létre. A futball össze is köti az embereket, tehát itt most a határon túli magyarságot is képviselik, és ez nagyon-nagyon jó érzés, nagyon szívesen jönnek hozzánk, és hát ahogy most már tudjuk, országosan ismert határon túl is, hogy egy vérből valók vagyunk. A két évvel ezelőtti teremtornán a legjobb mezőnyjátékosnak eszéki labdarúgót választottak, így a gárda most is nagy reményekkel érkezett Pécsre. Hát mi ott rendszeresen focizunk Eszéken, Horvátországban, és nagyon-nagyon jó szívvel jövünk ide. Most már 5 éve mi ide járunk, és most úgy van, most ír József barátunk szerint, hogy mi bekapcsolódunk ebbe a bajnokságba is, 60 éven fölüliek bajnokságába, és nagyon örülünk. A csapatokat két csoportba sorsolták, a 2x12 perces találkozókat két pályán rendezték. A csoportmérkőzések után a helyosztók következtek. A döntőt a PMSC nyerte, miután 4-1-re legyőzte a házigazda PVSK gárdáját. A bronzérmet a Lendva csapata szerezte meg.